közös önkormányzati hivatalhoz létre 2020-tól Tolna és Fácánkert. Mások mellett erről is döntöttek a város képviselői legutóbbi idei utolsó ülésük alkalmával. A 2012-ben bevezetett közös önkormányzati hivatalok lényege, hogy az 1000 főnél kisebb lélekszámú településeknek, mint amilyen Fácánkert is, bizonyos önkormányzati ügyeiket közösen kell intézniük más önkormányzatokkal. Így felesleges kiadások takaríthatóak meg, és vannak olyan fejlesztési pályázatok, amik így megnyílnak a közös hivatalt alkotó valamennyi település számára. A Fácánkerti polgármester úr jelezte felém, hogy szeretnének a mi hivatalunkhoz csatlakozni. Nem is tehetnénk meg egyébként városként, hogy nem fogadunk be egy kisebb önkormányzat vagy egy kisebb hivatalt, de egyébként is nagy örömmel segítünk annak, aki kér tőlünk segítséget. Úgyhogy most következő év január 1-től Tolnai közös polgármesteri hivatal lesz, tehát nem csak itt dolgozók fognak ehhez a szervezethez tartozni, hanem az a két ügyintéző is, akik a Fácánkerti kirendeltségen dolgoznak. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy önkormányzat működik továbbra is Fácánkertben és Tolna városában is, és a hivatali ügyeket fogjuk közösen végezni. Tehát a jegyzőasszony és az aljegyzőasszony vezetésével megy tovább a munka. Reményeim szerint legalább olyan magas színfonalon lesz Fácánkerten is ellátva ez a feladat, mint ahogy Tolnán is. Szintén az utolsó idén meghozott önkormányzati döntések egyike volt a Komjától Adár utca nevének sorsa. A névadó újságíró és költő nyílt kommunista szellemisége miatt javasolt névváltozást egy egyesület. Korábban egy egyesület jelzéssel fordult felénk, hogy tiltott önkényuralmi rendszert megszemélyesítő bizonyos Komját Aladár olyan tevékenységet végzett a szocializmusban és a tanácsköztársaság idején, hogy az ő neve, vagy az utca név indokoltá teszi azt, hogy változtassuk meg. Mi ezt magunktól nem gondoltuk volna, ezért a Magyar Tudományos Akadémiától kértünk állásfoglalást, aki gyakorlatilag ránk bízta azt, hogy változtatunk-e utcanevet, vagy nem. Mi úgy döntöttünk, hogy tekintettel arra, hogy az ott lakók már megszokták, hogy hol laknak, és a lakcímkártyájukon mi szerepel. Nem gondoltuk, hogy ez egy olyan név, amiről mindenkinek a diktatúra jutna eszébe, tehát a Komját Aladár utca maradt Komját Aladár utca. A város újságja, a Tolnai Hírlap is a napirendek között szerepelt. A képviselők döntöttek arról, hogy ugyanannál a nyomdánál készül majd az újság, a terjesztésben viszont változások lesznek, amivel a tervek szerint a helyiek és a helyi vállalkozások járnak jobban. Nem a posta fogja ezt kiszállítani, hanem szerződést fogunk majd kötni helyi tolnai emberekkel, akik reményeink szerint nem 5, hanem esetleg 1-2 nap alatt ki fogják szállítani a Tolnai Hírlapot, hiszen nagyon fontos az például a hirdetések szempontjából is, meg a programok szempontjából, hogy minél korábban az olvasóhoz tudjon jutni ez a hírlap. Döntöttünk arról is, hogy emeljük némiként a Tolnai Hírlap hirdetési árait, de mindösszesen 10% emelésre gondoltunk, és erről is döntöttünk. Én azt gondolom, hogy alpolgármester úr nagyon, nagyon körültekintően egyes önkormányzatok lapjainak a hirdetési árait is kigyűjtötte. Messze-messze alacsonyabbak vagyunk, még a 10%-os emeléssel is, mint más önkormányzati lapokban a hirdetési összeg, úgyhogy én azt gondolom, hogy most is csekély, de nem akarunk hirdetési újságot csinálni az önkormányzati lapból, tehát a célunk az továbbra is az, hogy olvasnivalóval, tartalommal töltsük meg a lapot, ez nem hirdetési újság, mind a mellett a helyi vállalkozásoknak, szolgáltatóknak mégiscsak adjunk teret, hogyha valami helyi hirdetési vagy helyi felhívással élnek a lakosság felé. A város nem régen átadott régi új parkjával, az Altaripa szabadidőparkkal kapcsolatban is fontos döntés született, ami a környéken élők érdekeit szolgálja majd. Az Altaripa szabadidőpark ugye a hagyományosan Duraparti szabadidőparkot neveztük el Altaripa szabadidőparknak, és alkottunk egy rendeletet arról, hogy a csúszdákat hogy lehet majd használni. Birtokvédelmi eljárás indult a nemváros önkormányzata ellen, hogy az egyik ott lakó sérelmezte, hogy nagyon nagy a zajhatás a csúszda mellett. Ő közvetlenül a csúszda szomszédságában lakik, és gyakorlatilag a Faddi jegyző, aki az eljárás lefolytatta,
arra kötelezett bennünket, hogy alkossunk rendeletet és szabályozzuk a csúszda nyitvatartását. Ez azt jelenti, hogy reggel 8-tól délután este 7 óráig lehet a csúszdákat használni. Azon kívül kérjük a lakosokat, hogy az ott lévők nyugalma érdekében ne hangoskodjanak és a csúszdákat ne használják. A város képviselőtestülete legközelebb már 2020-ban, január utolsó csütörtökén ül össze újra.